érkeztem a nyugati széllel. A város fénybe öltözött, itt van az éjjel. Nem tudja senki még, hogy megjöttem. Múlt időbe került ma sok minden. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Egy levél száll mögöttem, te utol nem ér. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Mindegy, hogy hová, mert nincs úti cél. Hogy ő meg a fa, ha nincs gyökér alatta, ami ma szétfoszlott, nem volt foganatja. Hát érek oda, ahol várnak végre, lehet, hogy rábízom az égre. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Egy levél száll mögöttem, de utol nem ér. Csak sodor a szél, csak repít a szél. Mindegy, hogy hová, mert nincs úti cél. Sajnálattal értesítjük, hogy az álomgyárban a párna elfogyott. Párna nélkül nem gyárthatunk álmot. Kérjük, válasszon egy másik világot. Fantasztikus volt, hogy még én is táncoltam hátul. Gratulálunk. Gyertek, álljunk össze egy kicsit. Visi, kérlek, mondd a véleményed. Srácok, az jó pofa volt. Remélem, hogy holnaptól nem az lesz, hogy figyeltek, szerintem a következő dalba, amit írunk, zongora szóló legyen, mert taroltunk vele. Egyébként tényleg zseniális volt. És nekem azt tetszett, hogy nem spiláztad ezt túl. Az előző verzióban, ahol inkább ilyen elektromos történet volt, ott hoztad a kis analógot, itt meg finom, de azt, hogy csinálod, értem én a függetlenítés, de teljesen más ritmikába billentyűzés, teljesen más ritmikába kell mondanod a szöveget a megafonba. Értem én, hogy a dobosok zseniálisak, meg négy végtaggal négy dolgot csinálnak, úgyhogy ez a ti világotok, srácok. Muzsikálni nem lehet veletek bírni, az az igazság. Köszönjük, nem is baj. Szépen. Gyuri, te is hasonlóan gondolod? Nekem egy kicsit más véleményem van, mint a Misinek. Hogy lehet? Hát tesó, ez most így alakult. Én egy kicsit Michel Camillóssal megráztam volna rendesen a nótát. Egy nagyon picit hosszabbra is vettem volna a szólót, mert az akusztikus zongorán egy picit darabosabbnak tűnik a hasonló dallam, még akkor is, hogyha egy kicsit kinyitod, mint az analóg szintén. Tehát én itt inkább akkor, én elgurítottam volna a gyógyszert egy kicsit, az biztos. És még annyit mondanék én szerintem, tehát ez a saját véleményem, nem biztos, hogy ebben igazam van, hogy üresen van hagyva a dalnak a közepe. Tehát a dal közepén ott van egy gitár és van egy perka, ami arra van, hogy a groove-ot hozza. A szólisták akkor szabadok igazán, ha a groove az kegyetlen az első hangtól az utolsóig. Az nem azt jelenti, hogy erőtlen, nem azt jelenti, hogy ha ki is ürül, akkor is mindenki tempóba gondolkozzon közben végig. Ne legyen alibi hang, ami nincs kitalálva, az utolsó töltényig ki kell találni, hogy így ketyegjen a groove végig. Egyébként meg most akkor hadd mondjam azt, hogy mit szeretek bennetek. Először is az, hogy a két szólista nagyon szeret együtt énekelni. És nagyon
együtt él az egész, és ez annyira jó dolog, olyan ritkán látni ilyet, és rendesen megmaradt a csibészeti kongresszus, az első Rózsa Sándor csibészeti szakkollégium, az megmaradt szépen az előző verzióhoz képest, a muzsikálás élőben pedig szerintem még jobb sok. Ez a muzsikálás, hát halott zene nincs, ez élő zene. Köszönöm szépen, gratulálok. Nagyon szépen köszönjük. Mondd el, mit jelent ez pontokban számodra? 9. 9-essel kezdünk. Misi. 9 pontot szeretném. Szintén egy 9-es. Lilla. Nem tudok nem megszólalni. Egyszerűen nektek nagyon jól áll az akusztikus zenélés, és itt van a jazz és a improvizatív zenének a lényege. Hallom, hogyha ebből lehet koncertváltozat, nyilván, amit a Gyuri hiányol, én pontosan tudom, hogy azért nem műveltétek így. Tehát ez működik, és szerintem rendkívül jó muzsikusok vagytok. Berniket lehet még jobban egy kicsit énekesként használni. Virtuóz, isteni, 9 pont. Egy újabb 9-es. Végezetül Feró. Nálam csak 8 pont. És egy 8-as, ami azt jelenti, hogy 35 pont. Nagyon szépen köszönjük, ez fantasztikus pontszám. Hatalmas tapsot nektek, és kérlek, fájdjatok a páholyba.